Ha visszatekintünk az elmúlt 10 évre, akkor a dohányáru kiskereskedelmet alapjaiban megváltoztatta a 2012-es jogalkotói szándék a törvénymódosítás, amelyben a 18 év alattiak dohánytermékhez történő jutását és az új dohány kiskereskedelmi rendszer kiépítését, tehát szabályozta a jogalkotó. Július 1-ével megnyitottak a nemzeti dohányboltok. Ez egy ellenőrzött, zárt értékesítési csatorna jött létre, és elmondható, hogy ez az zárt értékesítési csatorna, ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Bíró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elhangzott, hogy a sikertörténet, de ha visszaemlékezünk, annak idején nagyon nagy felháborodás volt, hogy egy zárt hálózat, nemzeti dohányboltok értékesíthetnek csak és kizárólag dohánytermékeket. Mit mutat az elmúlt 10 év tapasztalata? A kedélyek lehiggadtak, és mindenki elfogadta, vagy egész egyszerűen most már azt mondják, hogy igen, erre szükség volt? Én azt gondolom, hogy az idő bennünket igazolt. 2013. július 1-ével jöttek létre ezek a trafikok, a dohánybolt, a dohány kiskereskedelmi rendszer új szisztéma szerint működött, egy nagyon szigorúan ellenőrzött rendszerben, ahol a nagy multik helyett jellemzően kisvállalkozások megélhetését szolgálják ezek a boltok. Egy jól szervezett, olajozottan működő kereskedelmi csatorna jött létre ezáltal Magyarországon. Én azt gondolom, hogy a trafik már egy önálló és elfogadott, a vásárlók, fogyasztók által elfogadott márkának tekinthetjük, ahol hiába több ezer kisvállalkozó működteti ezeket országszerte, mégis egységes szolgáltatást képesek nyújtani az ország egész területén. Azt gondolom azonban, hogy az intézkedés legnagyobb nyertesei a fiatalkorúak és a szülők, hiszen azáltal, hogy 43 ezer elérési pont helyett, most már kevesebb, mint 5900 helyen lehet hozzáférni dohánytermékekhez, és ott 18 év alattiak be sem tehetik a lábukat ezekbe a trafikokba. Azt gondolom, hogy a nyertesei mi vagyunk, szülők, illetőleg azok a gyermekek, akik nem férnek hozzá ezekhez a dohánytermékekhez. Viszont ugye ez is egy addiktív szer, és akinek elfogy a cigarettája, az nagyon ingerlékeny tud lenni. Nem egyszer hallottuk az elmúlt 10 évben, hogy a hálózat az nem fedi le megfelelő mértékben a településeket. Sok esetben ugye az apró település szerkezettel rendelkező megyékben, és nagyon sokat kell utazni, ahhoz, hogy valaki mondjuk bevásároljon magának dohánytermékekből, mennyire rendeződött az ilyen jellegű konfliktus az évek alatt? Én azt gondolom, hogy az 5900-as szám, amely most tényként fogadható el a trafikok számát illetően, az képes arra, hogy lefedje az egész országot, és lényegében azt tudjuk mondani, hogy beállt a rendszer, a fogyasztók alkalmazkodtak ehhez a szűkített számhoz, és azt gondolom, hogy az a szám is bennünket igazol, amely a dohányzók számát méri, hiszen a felnőtt lakosság körében 10%-kal csökkent a rendszer bevezetése óta a dohányzók száma, de ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy a fiatalkorúak, a 18 év alatti rendszeres dohányzók számát megfelezte ez az intézkedés sorozat. Mi a hatóság szerepe ebben az egész rendszerben? Miket vizsgálnak? A hatóság felel a magyarországi dohánykiskereskedelmi rendszerért. Ebben legfőképpen azt vizsgáljuk, hogy azokat a szabályokat, amelyeket meghatároz a jogalkotó a trafikokkal szemben, ezek nagyon szigorú szabályok, azokat ezek a trafikosok betartják-e. Ilyen például a kiskorúakkal kapcsolatos intézkedések. Ja, nem is ezek... lehet mindent árulni például. Meg mi határozunk meg, hogy milyen termékek. Így van, nagyon, nagyon sok ilyen jellegű szabály van. Ezeket betartják a trafikosok? Én azt gondolom, hogy betartják. A tavalyi évben 5900 ellenőrzést végeztünk a trafikokban, és lényegében azt tudom mondani, hogy a rendszerben jogkövető magatartást tanúsítanak a trafikosok, ezt jókkal teszik, hiszen első szabálysértés után pénzbírság, a második után 30 napos bezárás, a harmadik után pedig magának a dohánykereskedelmi engedély elvétele következik, tehát ők a megélhetésükkel játszanak abban az esetben, hogyha ezeket a szabályokat nem tartják be. Yeah. Mondanék egy adatot, körülbelül 18 000-en dolgoznak az ágazatban, ön is említette, hogy lényegében ugye családi vállalkozások, kisvállalkozások működtetik ezeket a trafikokat, dohányboltokat. Azt is említette, hogy lényegesen csökken a dohányosok száma Magyarországon.
megéri ezek mellett dohányboltot üzemeltetni, és akkor még hozzáteszem azt, hogy az ágazatban dolgozók is azt mondják, hogy nekik is megnőtt a rezsiköltségük, komoly problémát jelent az, hogy a családjaikat eltartsák. Ez így van, ugye több mint 10 000 család megélhetését szolgálja a dohánykereskedelmi rendszer Magyarországon. Van egy érdekvédelmi szervezet, akikkel nagyon szorosan működünk együtt, és figyelemmel kísérjük, hogy vajon a megélhetés ebben biztosított. A rendszer úgy lett kialakítva, úgy alakítottuk ki, hogy a mi meggyőződésünk szerint egy tisztes megélhetést képes biztosítani azoknak a kisvállalkozásoknak, azoknak a családoknak, akik lehetőséget kaptak arra, hogy trafikot nyissanak, dohányboltot üzemeltessenek. Annyit még el kell, hogy mondjak. Valóban ön is említette, hogy a rendszer kialakításakor rengeteg kritika. Utóbb bebizonyosodott, hogy valótlan állítások fogalmazódtak meg a rendszer bevezetésével kapcsolatban, azonban a nemzetközi tapasztalat, nyárom fogadom a külföldi hatóságok vezetőit, és a magyar rendszer, a magyar koncesszió alapú rendszerre mintaként, követendő mintaként tekintenek. Egyrésztről maga a koncessziós rendszer kialakítása kapcsán, másrésztről pedig a nem dohányzók védelme kapcsán is. Itt említeném meg, hogy az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, a miniszterelnök urat, Orbán Viktort díjjal tüntette ki, kifejezetten a nem dohányzók védelme és a dohányzás visszaszorítása kapcsán megtett intézkedések okán. Még egy nagyon fontos dologról beszélünk mindenképpen, még idén is lehetett olyan esetet hallani, hogy valaki bement a dohányboltba és megpróbálta kirabolni az ott dolgozó szemét, elvenni a kasszából a pénzt, és emlékezzünk vissza, 10 évvel korábban is voltak nagyon erőszakos elkövetők. Mennyire tudják megvédeni az ágazatban dolgozókat az ilyen és ehhez hasonló esetektől? Én azt gondolom, hogy a számok, az elkövetési számok azt igazolják, hogy itt is jelentős eredményeket tudtunk elérni. Míg a rendszer bevezetése elején, hogyha talán emlékszik, 8-10 évvel ezelőtt azért ennél sokkal gyakoribbak voltak ezek az elkövetési formák, azóta sikerült ezeket visszaszorítani. Itt olyan sok biztonsági intézkedés van, ajánlás, amelyeket mi magunk is megfogalmazunk, hogy hogyan tudjuk megvédeni azokat a kollégákat, akik a dohányboltokban dolgoznak. Én azt gondolom, hogy ebben jó úton haladunk, és sikerült egy olyan rendszer kialakítani, ahol nem kell napi szinten aggódnia azoknak, akik a dohányboltokban dolgoznak. És ugye a dohánytermékek ára is folyamatosan drágul, viszont a csempész áruknak az arányát mennyire lehetett visszaszorítani az elmúlt 10 évben, a magyar is próbálja kikerülni a magasabb áru terméket. Ez így van, ugye a NAV fellépésének eredményeképpen csak a tavalyi évben több mint 2 milliárd forint értékű dohányterméket semmisítettek meg, ami csempészáru volt. Ugye van egy uniós kötelezettség a jövedéki adó a dohánytermékek árának emelése kapcsán. Egyébként így jegyzem meg, hogy az elmúlt 10 évben az állami adóbevételek, a dohánytermékekből származó adóbevételek megduplázódtak. Ugyanakkor én ezt bizony egy fontos kérdésnek tartom, azonban ennél talán van még egy fontosabb kérdés, hogyha szabad. Ez pedig szoktuk azt mondani, hogy a dohányzás egy 20. századi szokás, azonban az iparág, ez egy 21. századi iparág. Nagyon sok fejlesztés van, különböző újabb és újabb termékeket próbálnak forgalombozni, és ezek közül nagyon sok olyan van, amely kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a fiatalkorúak kipróbálják ezeket a dohányzást imitáló eszközöket, vagy magát a dohányzást is, ami ellen fel kell lépnünk. Talán emlékszik szerkesztőasszony is arra, hogy az előző évben milyen nagy kérdés volt az elfbár megjelenése. Ezzel összefüggésben azt tudom mondani, hogy az az intézkedés sorozat, amelyet tudtunk, megtettünk az elmúlt időszakban, itt csak pár dolgot engedjen meg, hogy említsek. Több mint 1 millió szülő figyelmét tudtuk felhívni a krétarendszeren keresztül az elfbár okozta veszélyekre. Több mint 30 000 gyermek számára tartottunk előadásokat az Erzsébet táborokban. Több mint 35 000 alkalommal volt lehetőségünk az osztályokban, külön osztályfőnöki óra keretében felhívni a figyelmet arra, hogy az elfbár veszélyes, és a rendőrség, illetőleg a NAV és a kollégáink, az utcákat járó kollégáink tájékoztatása alapján is elértük azt, hogy az iskola környékéről és a közterületről érdemben sikerült visszaszorítani ezt a jelenséget. Ez egy fontos előrelépés, köszönöm szépen a beszélgetést.